Na, halló. Hát akkor nézzük meg az első TCR versenyt. Lehet, hogy nem erőltetem ezt a qualis setet, hanem időmérően is végig a verseny setup-pal megyek. Sőt, át is teszem, az lesz a biztos. Menjünk egy kis verseny setup-pal. Akkor kezdjük a qualit. Két kör. Jó van. Legalább nem zavarnak a többiek. Akkor most megpróbálom két kört összetenni. Hát, jó, a gumikat felmelegítettük így, hogy keresztbe csúsztunk. Hát, ez a kigyorsítás, ez minden jó volt. Ez egy közepesen szar idő lesz, már most látom előre, mindegy. Lehet nem is baj, ha hátulról rajtolunk. Már lesz még egy gyors köröm. Meg hát most sokkal sportosabban megyek, mint szabad edzésen. Erre is figyelni kéne. Hoppa, 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 táncol a kocsi. Mentünk egy biztonsági, most egy kis több kockázatot vállalva.
el volt lekapcsolni kettesbe. Jaj, more! Na jó. Ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Azt mondja, 34 vége. Hát ez az a baj. Hogy ez kurva gyenge. Azt nem tudom, hogy be kéne állítani a mikrofonomat. A kocsi hangot. Most próbálom visszahallgatni, de nem én telefonról, hogy milyen arányok vannak. Jó, nem baj, a végéről fogunk rajtolni. Teljesen jó lesz ez nekünk. Teljesen jó lesz ez nekünk. Testvérem, az jó lesz. Tudnám, hogy mi susog a mikrofonba. Na lehet, hogy a póló. Hát. Azt a mikrofonos dolgot kihagyjuk szerintem. Most a futam alatt. Hát akkor most várunk. Na, most megint megpróbáljuk belőni ezt a hangot. Csak közben visszahallgatjuk magunkat a fülesen. Chicken flag. Na le is. Tehát az időmérő, hát akkor elméletileg van, tehát tettem most rá zaj csökkentőt. Hogy kiderül, hogy mennyire fog működni. Még lőjük össze a titkos. Hanyai csikok lettünk. 11-e. 32 eleje. Annyit én is tudok menni. Ja. Még szépen jövünk fel. Az első 15 percbe túlélésre fogunk játszani. Utána meg. Nem tudom, hogy a kuponkot beállítottam-e.
Ja, átváltunk ki. Oda. Hát kíváncsi leszek, ez mennyire lesz daráló, de gondolom nagyon. Egy repülő rajt lesz tényleg. Na hát akkor ez így. Most már csak az a kérdés, hogy a benya elég lesz, de szerintem igen. Hát most itt az eleje még kevés az FPS-em is. Mondjuk 60 körül van, az annyira nem vészes. Hát majd ahogy szétszakad a mezőny, majd jobb lesz. Kis laptopom csak ennyit bír. Azt nem tudom, hogy... Ja, ezt a hűtést meg rá kéne tennem. Kell ez a kicsi kocsi. Na, a cél az, hogy minél kevesebb X legyen. 4-nél több ne legyen. Azt hiszem mellettem nincs senki, az jó. És már kicsit korábban fékezünk. Tudtam, mert te egy idióta vagy, édes Istenem. Hát a tempó itt most nem nagy. Lassan, ahogy itt keresztben legyen valaki. Itt az elején türelemre megyünk.
car ahead. Go left. Go left. Várható volt, hogy ez a szürke csinál valami hülyeséget. Próbáljuk utolérni az előttünk lévő bolyt. Hú, a mögöttem lévő az nagyon jó tempót megy. De még egy X. Hát ezek szépen elmentek.
Ó, mi volt itt? Testvéreim. Meg 20 perc van hátra a futamból. Ó, ez... Ez nem volt szép kanyarvétel. Jaj, szétestem. Nagyon bután veszem el a kanyarokat. Mikor NASCAR-ozunk? Hát... A héten, csak hogy a TCL futam legyen meg, a héten ki van akkor pipálva, és akkor NASCAR lesz a következő. Szerintem CFX, másra nem vágyok. De ha nem figyelek, akkor rácsukom az ajtót, hülye gyerek. Így, így. Az a baj, hogy még a chathez le kell néznem, de majd a terv az, hogy hogy a másik laptopot beüzemelem, és akkor képernyőm mögé fölé oda teszem, és akkor csak fel kell pillantanom, és úgy fogok tudni csetet olvasni. És még oldal lentre kell néznem, ami csatába pont nem jó. Édes Istenem! Amúgy nagyon össze-vissza megyek. 4 másodperccel vagyok lassabb. Hát igen. Meg hát az a 2,5 év kihagyás. Sőt, lehet Roadon még több. Nem jó, megint elbaszta. Hát, talán kiadja. Ezt lehetne jobban is venni. Itt is lecsúsztunk.
egy nagyon versenyző. Ezt majd jobb pillanatban elengedjük. Ez a főfelé, ez most jó volt. Le is szakadtak. Ezt az utolsó kanyart nem érzem, hogy kéne. Rám is esett. Tizenkét perc van hátra. És izzadok, mint egy ló. Hú, azt hittem X-et kapok. Azt hiszem feltartom a kollégát mögöttem, de hát előzöm meg. Hát most Istenem. De ezt a faszt! Édes Istenem! Miért akarnak a dugóhúzóba mindig előzni? Ezt nem értem.
Hát, ja. Na mindegy, most már. Az biztos, hogy az első az nem lesz pluszba. Édes Istenem. Laguna Seca. Na mindegy, a héten kipipáltuk ezt a futamot is. Amúgy is Laguna Secát annyira nem szeretem. A kis buzi hogy kidlakadt. Ennyi meg 10-es. 10 perc van még. Ha egyedül mennék rajta, jó pálya lenne, de itt mindig olyan idióták. Lecsúsztam. Ezek az epik kanyarvételek, úristen.
Ah, még 5 perc szenvedés. Az autó se igazi. Szóval széttörték. Na, mögöttem lévő megmondta. Pedig ez... meg két kör. Vagy NASCAR-ba oda. Oda csapunk a népnek. Ezt a kocsit meg még tanulni kell. Hát meg többet. Többet gyakorolni. Ne, kikapcsolt a monitorom. Ne szopass. Jaj, a szegény embert az ág is húzza. De ezt miért csinálta?
Benyával jó állunk, meg három kör elegendő van. Hát ez egy így. Ez egy elég gyenge kezdés volt. Na, utolsó kör! Oho! Csak 6 másodpercet dobtam el. Semmi baj. Az előző körbe. De legalább végig vagyunk a futamon. There's the checkered flag. Bring it back to the pits. Ja. Én is ettől félek. Megnyerem. Na nézzük, hogy is volt ez a crash dolog. Már itt valamikor hozzám ért a fia fasz. Jó. Már itt már kontakt volt. Tesó, miért kell ezt csinálni? Nem elég széles a pálya, hogy mi? Hát... Tesőrem, mi van? Mi volt, de...
Na jó, szavazzuk meg versenybalesetnek. Na jó van, mára ennyi volt. Majd akkor még a héten valamelyik nap, vagyis még két este. Egyik este NASCAR-ozunk, a másik este meg offroadon megyünk. Aztán jövő héten megint TCR. Most egyelőre nekem ennyi elég volt ebből. Szóval ciao.